Székely Bertalan születésének évfordulóján május 8-án a település több helyszínén tartották a hagyományos Székely napot Szadán. Az ünnepség a református sírkertben a festőművész sírjánál kezdődött meg emlékezéssel és koszorúzással. Székely Bertalan kolozsvári születésű kisfiúként már láthatta bemseregének erdélyi vonulását. Az európai iskolák egy nyitott Európában nyitva álltak a tehetségek előtt, csak a család anyagi lehetőségei szabtak határt a tanulás vágyának. Még élt Kossuth Lajos, amikor székelyék megvásárolták 1889-ben a nagyváradi káptalan lakatlanná vált ispáni házát itt, Szadán. A miértre nincs hiteles magyarázatunk, de a szecesszió, a kivonulás magatartása a korszellemből kikövetkeztethető. A világ egyre gyorsul, egyre zajosabb, ugye ismerős számunkra is. Az alkotáshoz, a feltöltődéshez pedig nyugalomra van szükség. Vissza kell hát térni a gyökerekhez, az egyszerű és őszinte emberi létezés keretei közé. A jövőt alapozva fel kell mutatni a szépet, a jót, az emberi és nemzeti katarzisokat, nevelni kell az ifjúságot. Székely életének szadai szakasza, mintha ezt példázna. 1943-ban Bori Jenő elkészítette ezt az emlékművet, amelyhez immár évtizedek óta minden évben eljövünk, hogy megemlékezzünk Magyarország és Szada magunkénak tekintett nagyfiának születésnapjáról, és megnyissuk az e dátumhoz kapcsolt szadai falunapot. Hogy évről évre fölelevenítsük élő hagyományainkat, folytonosan újra termő értékeinket. Hogy bemutassuk, miért szeretünk szadaiak lenni. És talán nem utolsó sorban azért is, hogy Székely szadaiságának megidézésével hitelesítsük, sokfelől érkezünk ugyan, sokféle értékkel, sokféle szemlélettel, életmóddal, de a termékeny kölcsönhatásokkal befogadó, közös otthonunkat építjük. Székely Bertalant köztudomású szerette Szada. Székely Bertalan pedig annyira szerette Szadát, hogy végakarata szerint hamvai itt értek meg a porhoz. A nemzet nagy művészének temetése országos rangú esemény volt 1910. augusztusában. A szadaiak egy emberként vettek részt búcsúztatásán. Sírhantját kedvenc virágával, piros muskátlival borították. Áldott emléke mindenkor maradjon erős kötőanyag közöttünk és a nagyvilág felé is. Az emlékezés koszorúit Szada nagyközség nevében Oroszi Sándor polgármester, Vécsei László országgyűlési képviselő, Petrák Árpád és Vrabé Balázs alpolgármesterek, a festőművész leszármazottai, Szada nagyközség intézményeinek képviselői, valamint a Szadai Nyugdíjas Klub képviselői helyezték el Székely Bertalan sírjánál. Fejet hajtottak a festőművész emléke előtt a szadai Székely Bertalan általános iskola tanárai és diákjai is egy-egy szál virággal.
A Székely Nap programja az ünnep hagyományai szerint a Székely kertben folytatódott. Az 1880-as évek végén itt épült fel a 19. századi magyar festészet kiemelkedő alakjának műteremháza, amit jó barátja Sulek Frigyes tervezett számára. 2006-ban az épületet felújították és belső terét átalakították, így egy különös hangulatú, többfunkciós, egyedi tér, műteremház galéria jött létre, amely kortárs kiállítóhelyként fogadja elsősorban a Szadán és környékén élő képzőművészek alkotásait. Galériában a Székely Napon ezúttal kortárs kiállítást nyitottak meg, ahol a Magyar Képzőművészeti Egyetem fiatal Székely Bertalan ösztöndíjasainak alkotásai láthatóak. A tárlat kurátora Révész Emese művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanára volt. A kiállítást Kósa János festőművész nyitotta meg. Rezümé, hogy oly országban lakunk, oly viszonyok között élünk, hol a jóból semmi haszon, a rosszból semmi kár, ezzel mindenki van fejezve. Ezt írja 1900-ban. Na most, ha azt mondjuk, hogy ez volt az aranykor, amiről őnek ez a véleménye, akkor örömhírem van. Ma aranykorban élünk, tehát egész egyszerűen a fiatal festőknek csodálatos a helyzetük, és hogy tulajdonképpen nagyon-nagyon örülhetünk, hogy ezt a... Egyébként nagyon kétes aranykort mi folytathatjuk, és valamilyen módon. Nagyon örülök, hogy egy kortárs kiállítással egészül ki az a kiállítás történet, amelyről nekem Emese itt mesélt, és gratulálok a kiállító művészeknek. Az ünnepi program záró akkordjának, egyben legkiemelkedőbb részének a Székely kertben található szabadtéri színpad adott helyszínt. Ekkor került sor a Szadáért díjak átadására. Székely Bertalan nap. Szada napja. Ragaszkodunk Székely Bertalan kultuszához. Ragaszkodunk ennek a nagy embernek az emlékéhez. Összeforrott Szada. Székely Bertalannal, Székely Bertalan emlékével. Annyi tiszteletet adunk, amennyit kaptunk. Mi nagyon sokat kaptunk, és nagyon sok tisztelettel tartozunk. Ezért neveztük el a Székely Bertalan napot a falu napjának.
Minden évben tisztelettel adózunk a temetőbe, megkorszorúzzuk a síremléket, és ezt az alkalmat ragadjuk meg, hogy egy éves számvetést csináljunk, és megnézzük, hogy az elmúlt időszakban ki az, aki egyénenként, csoportonként többet tett Szada közösség asztalára, mint más. Nem azt jelenti, hogy a többi ember nem dolgozott. Nem azt jelenti, hogy nincs rengeteg szorgalmas, segítő munkatárs és tisztességes polgár. Azt jelenti, hogy egy kicsit kiemelkedett, többet tett, és minden olyan ember, aki ezért a közösségért, ezért a faluért, ezért a székely hagyatékért valamit tesz, az előbb vagy utóbb elismerést fog kapni. Szada nagyközség képviselőtestülete 2016-ban Szadáért elismerő oklevél ezüst kitűzővel kitüntetésben részesítette a Szadai Polgárőr Egyesület tagjait a település közösségi életében végzett tevékenységükért a szadai lakosok közbiztonságának 1990 óta tartó javításáért. Paulovics Lászlót, a Szőlészeti és Borászati Egyesület alapító tagját és elnökét a település életében végzett kimagasló közéleti tevékenységéért. Tóth Évát, a szadai kultúra ápolásáért és hagyományainak őrzéséért. Eszesné Homonai Ágnest, Ciglan Évát és Adorján Leát, a polgármesteri hivatal munkatársait több éve végzett magas színvonalú szakmai tevékenységükért és lelkiismeretes munkájukért. Simonné Horváth Anikót és Simon Lászlót, a szadai kulturális közéletben való sokrétű, odaadó, kimagasló tevékenységükért. Bakos Gábornét, Gombai Józsefnét és Lovászné Kozma Editet, a szadai óvoda munkatársait, az óvodai élet mindennapjai során végzett odaadó és példamutató tevékenységükért, a néphagyományok és a kézművesség ápolásáért. Téglás Gábort, a szadai Székely Bertalan általános iskola testnevelő tanárát, a szadai gyermekekért tett kimagasló emberi teljesítményéért, a hosszú évek óta a sport területén végzett pedagógiai munkájáért. Harsányi Sándornét, a szadai gyermekekért végzett kimagasló teljesítményéért, a hosszú évek alatt ellátott pedagógusi munkájáért. Udvard Gizellát, több évtizedes kitűnő zenepedagógiai munkásságáért, a szadai kultúra ápolásáért és hagyományainak őrzéséért, valamint Juhászné Bankó Erzsébetet, a faluház vezetőjét, a nagyközség kulturális és művészeti életének magas színvonalon történő szervezéséért, a közművelődés szolgálatában hosszú évek óta ellátott odaadó munkájáért. Szadáért kitüntető emlékplakettet vehetett át Tóth Sándor és Tóth Sándorné Petrák Lídia a település értékes hagyományainak ápolásáért, a szadai tájház népszerű kincse a Kovács műhely jövő számára történő megőrzéséért. A Szadáért díszpolgári címet 2016-ban Vejc Magdolna, a szadai Székely Bertalan óvoda intézményvezetője vehette át, az elmúlt több mint 40 év alatt az óvoda mindennapjai során végzett példamutató és önzetlen tevékenységért, az óvoda vezetéséért és a gyerekekért végzett odaadó munkájáért. Az ünnepi műsor az Életkerék című előadással zárult, melyben a szadai óvodások, iskolások és művészeti csoportok léptek színpadra. A műsor gyermeklakodalmas, különböző játékfűzések, népdalcsokrok és néptánc koreográfiák színesítették, szimbolizálva azt az örökséget, mely a helyi szokások, hagyományok tiszteletével és Székely Bertalan emlékével is tovább él Szadán. Kérem is én a jó Isten csak arra.
Nem eszik az egyebet, metre zsejjel.